Az NB2 8. fordulójában a Vác együttesét fogadta a hazai mérkőzéseit Tiszakécskén rendező, sárgamezben pályára lépő Ceglédi VSE. A találkozót Csonka Bence vezette, segítői Punyi Gyula és Garai Péter voltak. Az összecsapás fontosabb történései. 14. perc. Kákonyi miután tisztára játszotta magát, lőtt, a labda alig került el a hosszú felső sarkot. 16. perc. Újabb váci lövés veszélyeztette a hazaiak kapuját. A labda most el is találta a kaput, Mursics a helyén volt. 20. perc. Nyilas szöglete után a kapu előtt tömörülő védőkről Farkas elé került a labda. A hátvéd nem tudott erőt adni a lövésbe, de megcélozta a kaput. A labdának egy hátvéd állta útját a gólvonalon. 27. perc. Az első játékrészben a vendégek távoli lövésekkel veszélyeztettek. Most Csillag tett úgy, Mursics pedig védett. 47. perc. Jobboldali beadás után Albert oldalhoz fejelt, majd fejelt a csereként pályára lépő csatár is. A kapus már verve volt, de a labda a keresztléc fölött hagyta el a játékteret. 55. perc. Tóth ugrott ki remek ütemben, de lövéshez nem jutott, mert Nyilas bravúrosan szerelte. 65. perc. Kákonyi szabadrúgását a védőket megelőző Zsolnai a kapu bal sarkába lőtte, 0-1. 83. perc. Murai rövid sarok felé tartó lövését ütötte ki a Ceglét kapusa. 86. perc. Közel állt az egyenlítéshez a vasutas, hiszen Albert átadását Nánási fejelte a kapu felé, de csak felé, mert a labda elakadt egy védőben. A gyenge színvonalú, a kevés kaput veszélyeztető eseményt hozó mérkőzést egy szabadrúgás utáni Zsolnai villanás döntött el a vendégek javára. Így a végeredmény 0-1 lett. A bajnoki tabella utolsó helyén szerénykedő, még nyeretlen CVS-e a 8-ból 6 találkozó maradt gólképtelen.